Sziasztok, én Nagy Dani vagyok, és itt van velem az én drága feleségem, Nagy Kovács Ramóna. Sziasztok! Mind a ketten biotekus a nagykövetek vagyunk, és a mai nap kijöttünk egy street workout pályára, ugyanis ez egy nagyon kedves helyszínünk itt a Városligetben, és gondoltam elmondom nektek, hogy miért is szeretjük mi ezt az edzésformát, ezt a helyszínt. Az első számú dolog, hogy ezek a street workout pályák ingyenesek. És a másik nagyon jó hír, hogy egyre több helyen megtalálhatóak, kerületenként már szerintem 2-3 van, de biztos vagyok benne, hogy minden városban van most már. Érzed, Rami, ezt a friss levegőt? Érzem. Nem egy zárt terembe kell edzeni, kint vagy a természetben, és ehhez kapcsolódik a következő kedvenc dolgom, hogy nagyon jó kis közösségek alakulnak ki ezeken a helyeken. Bátran oda mehetsz máshoz és kérhetsz segítséget, biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen mutatnak neked pár feladatot. Mi is szeretnénk most neked egy kicsit segíteni, úgyhogy egy egész testet átmozgató mini köredzést hoztunk el nektek. Szerintem kezdjünk bele. Kezdjük el! Most, hogy bemelegítettünk, kezdjük négyütemű fekvőtámasszal, ugyanis ez egy nagyon jó kis keringésfokozó gyakorlat, illetve tök jól átmozgatja az összes izmainkat. Jó. Haladunk tovább az izomtérképen, és most egy hátizomzat erősítő gyakorlat jön, a húzóckodást, Rami pedig egy könnyebb verziót, az inverse evezést fogja végezni. Bocsánat. Lapocka zárással indul a mozgás, utána kapcsolódik csak be a kar, és az, hogy visszafele kontrolláltan enged vissza magad, hogy nehogy megsérülj. Rami, nálad mikre kell figyelni? Nálam egyébként nagyjából ugyanezekre, lapocka zárásra, mellkasig húzzátok fel magatokat, és hogyha könnyű lenne a feladat, akkor folyamatosan lépegessetek előre a lábatokkal, minél jobban vízszintes helyzetben vagytok, annál nehezebb a gyakorlat. Túl vagyunk a húzózkodáson és az inverzevezésen, jöjjön egy fekvő támasz, ahol is a mellizomzat és a triceps kapcsolódik be, leginkább a gyakorlatban. Könnyített verziót csinálhatok megint? Rami a könnyített verzió, ahol is a keze lesz magasabban, nekem pedig a lábam, ami egy nehezebb. Nagyon fontos ennél a gyakorlatnál a megfelelő légzés, amikor leengeded magad, akkor van a belégzés, és amikor kitolod magad, a kilégzés. Figyeljetek oda arra, hogy fekvőtámasz közben az egész testetek, törzsetek egy vonalban legyen. Ehhez az kell, hogy a fej mindig a törzs meghosszabbítása legyen. A felsőtest után jöhet a far, illetve a lábizmai. Egy összetett gyakorlatot fogunk csinálni, fel kell lépni. Gyere! Fellépünk, ráfeszítünk a farizomra, aztán pedig jön egy kitörés hátra. Én csinálom a nehezebb verziót, még van egy plusz lábtartás cserék a levegőben. Mire kell figyelni, Dani? Kitörésnél nagyon figyeljetek oda, hogy egyenes a törzsetek, a térdetek ne előzze meg a lábfejeteket. És minden felállásnál feszítsetek rá a farizomra. Na de ne feledkezzünk meg a korizmokról sem, ugyanis ezek majdhogy nem minden gyakorlatnál bekapcsolódnak, úgyhogy egy hasedzéssel zárjuk ezt a kis mini köredzést. Én függésben fogom végezni a gyakorlatot, és térdhúzást fogok csinálni. De aki expertebb, az nyugodtan csinálhat lábemelést a rúdhoz is. Rami, te jössz? Én fogom csinálni a könnyített verziót, függés helyzete helyett talajon fogom végezni a fordított lábemelést. Amikor húzzátok a térdeteket, fújjátok ki a levegőt. Lábleengedésnél pedig figyeljetek arra, hogy a derekatokat tartsátok lent a talajon. Iratkozzatok fel a Biotekusának a csatornájára, kapcsoljátok be a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról, dobjatok rá egy lájkot, és sziasztok! Sziasztok! Biotekusa. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és látogass meg a weboldalunkat.